Az első félidőben sokáig kiegyenlített volt a játék, és 18 percet kellett várni az első helyzetre, ekkor takács fejelt fölé. A 21. percben viszont megszerezte a vezetést a Debrecen Varga Kevin, 23 méterről nagy erővel lőtt, és a labda a kapufáról pattant a hálóba, 1-0. Pár perccel később könyves indult erősen lesgyanús helyzetben, de fagyas nagyot védett, majd a 31. percben növelt előnyét a hazai csapat, amikor tőzsér átívelése után Varga adta be pontosan a labdát, Takács pedig a kapuba fejelt 2-0. Gyorsan szép volna a spari, de Gulyás elől az utolsó pillanatban mentettek a védők szögletre, a sarokrugást követően pedig Kártik fejelt fölé. A 38. percben egy formás nyíregyházi akció végén Nagy József lőtt 25 méterről, nagy Sándor hatalmas bravúllal védett. Fordulás után is kiegyenlített volt a mérkőzés, előbb Dragón elérkezett középen egy beadásra ígéretesen, majd a 69. percben az előre húzódó Pejov is lőtt éleszögből, de hárított Kosicki. A végére még jutott egy végső lövés, a fiatal játékos egy szöglet után kapásból bombázott fölé. Bozsik József, a Spari vezetőedzője a mérkőzés után elmondta, az elmúlt héten a labda kihozatal gyakorolták, és viszont látta a pályán azt, amit szeretett volna. Szerinte Varga Kevin két klasszis megoldása döntötte el a mérkőzést, ez jelentette a különbséget. Friss hír a csapat házatájáról, hogy hétfőn újabb két játékossal egyezett meg a Nyíregyháza Spartacus. A csapatban folytatja pályafutását Bakos Szabolcs, a Budaörs támadó középpályása. Emellett profi szerződést kapott Tótádám, a mindössze 16 éves saját nevelésű támadó.